Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Először is elnézést szeretnénk kérni, hogy kimaradt a múlt hét. Rendkívül széthullottunk, így szervezés és podcast felvétel is minden tekintetében. A Patreonon is most már nagyon sok hete vagyunk adósok új adással. Itt a fő feedben is kimaradt egy. Bízunk benne, hogy ez kijön szerdán, de még ebben ezt se tudjuk 100%-ig megígérni. Nyilván ti már megkaptátok az adást, mikor ezt hallgatjátok, de hogy most annak is örülünk, ha fölveszük így kedd éjszaka. Nem, hogy kimenjen szerdán az adás. Soha nem volt még ilyen a podcast történetében. Vannak időszakok sajnos, amikor így egyszerre zuhanunk ugye a életünk mélypontjára, úgyhogy igyekszünk összekapni magunkat, de most így pont így alakult. Legyetek szívesek kitartani velünk. Biztos, hogy minden filmet, amit megígértünk, megcsinálunk. Legfeljebb egy kis csúszással. Így van. És akkor beszéljünk arról, mi a mostani adásunk, hiszen ezt semmiképp sem hagyhattuk ki az évadból, és semmiképp sem halaszhattuk tovább, vagy hogy mondjam. Tehát ha nem is került sor rá múlt héten, azért akkor sem fogjuk átugrani az évadban. Ja, nem. Ez pedig az ötödik pecsét, Fábri Zoltán filmje. 1976-ból, vagy azt hiszem, hogy talán lehet, hogy ötös, teljesen mindegy. Fábri Zoltánnal már foglalkoztunk, mert a Körhintát is ő rendezte. És hát ez a magyar filmtörténelem egyik legismertebb és legnagyobbnak tartott, igen, 76-os a film, bocsánat, legfontosabbnak tartott alkotása, történelmi fajsúlya miatt is, és persze hát az alakítások és a rendezés miatt egyaránt. Szerintem a Ben mozi fél évente műsorra tűzi, de lehet, hogy gyakrabban. Akkor rendszeresen szóba jön, hogy tehát baráti körömben is többször előkerül az ötödik pecsét. Jó, nyilván a Tanúból, meg a Ötvös Csöpi filmekből többet idéznek az emberek valószínűleg, meg a Macskafogóból, de hogy így a komoly filmek, azok között szerint abszolút az illovas az ötödik pecsét. Mi annak idején láttuk a Hideg Napok című filmet, és szerintem tök sok szempontból rokonítható ez a kettő, de kezdjük egy picit azzal, hogy feltételezve, hogy nem igényel bemutatást az ötödik pecsét, majd úgyis sorra kerül az adásban, de azért feltételezve, hogy nem igényel bemutatást. Milyen érdekes, hogy mennyi rokonság van a két film között, a Hideg Napok meg e között, és mégis az ötödik pecsét sokkal ismertebb, mint a Hideg Napok. Volt ismerősöm, akinek mondtam, hogy ha tetszett az ötödik pecsét, mindenképp nézzük az ötödik napokat, a Hideg Napokat, és még soha nem is hallott róla. Igen. Ezen változtatni kell. Igen, pedig az Hideg Napokban is ugyanen nagy sztárok szerepelnek, tehát egy tök ismert magyar színészek, még csak arról sincs szó, hogy itt valami, nem tudom, kevésbé ismert nem tudom, színészek játszanának benne. Igen, igen. Latinovics abban is felbukkan, a rendező pedig Kovács András, úgyhogy ő se akárki. És hát a téma az is ott is háborús atrocitások. 1966-os egyébként is van róla adásunk, ha valaki vissza szeretné keresni. Nem ebben az évadban volt, de a különféle podcast felületeken, meg a honlapunkon megtalálhatja a Hideg Napok adást. Kicsit csírábbak voltunk, amikor felvettük, de szerintem azért nincsen okunk a szégyenkezésre, azzal az adással kapcsolatban sem. És akkor most beszéljünk az ötödik pecsétről egy kicsit. Igen, ugye a hasonlóság az, hogy nagyjából egy térbe zárva, vagy legalábbis a cselekmény jelentős része az egy téren belül, egy zárt téren belül bonyolódik, néhány szereplő, 4-5 szereplő mozgatásával, elsősorban 4 főszereplőnk van mind a két filmben. Mind a két film azért kilép ebből a térből, a Hideg Napok esetében flashbackek formájában, tehát visszatekintünk arra az időszakra, ahol történt az a háborús bűn, az az atrocitás, ami miatt a szereplőink egy tömlöcben találják magukat, vagy egy ilyen zárkában, és ahol megpróbálnak a saját morális felelősségükkel birkózni, vagy nem megbirkózni adott esetben. Igen. És ebben a filmben pedig, ugye abban a filmben katonákkal
találkozunk. És háborús bűnösökkel. Háborús bűnösökkel. Igen. Ebben a filmben pedig 4 civillel. Igen. Akik a nyilas terror mélypontja alatt már Budapest bombázásakor, második világháború végén a bombázott városban rendszeresen összejárnak az egyiküknek a kis vendéglőjébe beszélgetni, filozofálni, iszogatni, és egyben különböző morálfilozófiai kérdéseket megvitatni egymással, vagy legalábbis a filmnek a kulcsa az egyik főszereplő által felvezetett ilyen morális kérdésben gyökerezik. Ez a 4 szereplő próbálja megvitatni azt, hogy ők vajon hogyan döntenének egy olyan helyzetben, ahol az önfeladás, a mártíromság és a szenvedés van az egyik oldalon, a mérleg egyik serpenyőjében, a másik oldalon pedig a terror és mások elnyomása, de cserébe egy viszonylagos jólét. Vagy a tiszta lelki is, mert legalábbis annak a szempontból, hogy morálisan az az ember, aki a terrort elköveti, saját értékrendje szerint nem bűnöz, nem követel bűn. Igen, igen, és a filmnek az egyik szereplője felveti ezt a kérdést egy ilyen kis példabeszéd formájában, vagy példázat formájában, majd a szereplőkben fejében ez gyökeret ver, és hát a filmnek az utolsó harmadában pedig egy éles helyzetben is igazából eldől az, hogy ők hogyan viselkednek, vagy hogyan reagálnak egy olyan kijelezett helyzetre, ahol tényleg próbára tétetik a moralitásuk. És hogy melyik szerepet választják végső soron, mert hogy végül is kimondhatjuk, hogy a filmben a morális filozófiai kérdésre ott cselekedetükkel is válaszolnak ezek a szereplők. Igen. A történet, az ötödik pecsét története Sánta Ferenc regényen alapszik. Uh-huh. Én nem olvastam sajnos a könyvet. Te olvastad, András? Nem. Én sem olvastam sajnos. Először láttad a filmet? Igen. Wow. Igen. Azt hittem, hogy te ezt már láttad. Nem, ez nekem teljesen új volt. Sőt, én nagyon-nagyon sokáig mindig kevertem a Bergman féle hetedik pecséttel, hát és szerintem egy darabig nem is tudtam, hogy ez két külön film, sem, ez nagyon régen. Jó, aztán... persze most már azért szerintem bőven 10 plusz éve volt az, hogy ezeket nem tudtam megkülönböztetni. Abszolút. Igen, meg azóta már egy kis nitet is láttam belőle, tehát hogy így volt előképem erről a filmről, és már azért számítottam rá jó ideje. És nem hiába egyébként az, hogy összekevertük egy picit, mert a hetedik pecsét, meg az ötödik pecsét is a bibliai. Igen. A képről kapta a címét. Én nem, sajnos annyira nem vagyok képben az eredeti szöveggel, de a 7 pecsétes titok, mint fogalom, az mindenkinek ismerős lehet, és ezek innen kapták a nevüket, ezek a filmek. A jelenések könyvében azt hiszem abban bukkan fel ez a fogalom, tehát ilyen apokaliptikus képeket lehet nyugodtan hozzá vizionálni. És azt írja még a Wikipédia, hogy az ötödik pecsét az ilyen jövő titkainak a 7 pecsétes könyv a jövő titkait tartalmazza, és az ötödik pecsét ki is írja a Wikipédia, igazából ezt felolvashatom végül is. Uh-huh. És amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyság tételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák és mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő agyfióknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Szóval ilyen apokaliptikus képzeteket társít hozzá, amelyekben gyakorlatilag tömeggyilkosságnak az allegóriája bukkan fel, ha úgy akarom értelmezni, és ebben a filmben legalábbis ezzel szerintem lehet párhuzamot vonni. Igen, Fábri Zoltán eredetileg már a 60-as években meg akarta csinálni ezt a filmet, ugye Sánta Ferencnek a regény az 1963-as, aha. És nem sok azután, hogy kijött azután meg szerette volna adaptálni, de aztán végül akkor még nem csinálta meg, és helyette a Sánta Ferencnek egy másik könyvét, a 20 órát filmesítette meg. Wow, ami miről szól? Jót kérdezek, mi?
Nekem tökre úgy rémlik, hogy a 20-et sajnos nem láttam még, se a filmet, se a könyvet nem. Igen, ez a két, igazából ez a két legfontosabb művel Shanta Ferenc, nyilván amiatt is, hogy ezek meglettek filmesítve, és így nagyobb az elérésük, de egyébként igen, az a történet a Wikipédia szerint a 20. század egy ilyen nagyobb 50, másik történelmi fordulójára uh-huh. visz vissza bennünket, 50-es évek elejére és 1956-ra, és ilyen falubélieknek a konfliktusait mutatja be. Úgyhogy valószínűleg ez a talán akkor a körhintával vonható rokonságba inkább, tehát akkor ez a téma jobban foglalkozott akkoriban a Fábri Zoltánt. Bocsánat, vészadom neked a szót. Semmi, igen, és hogy aztán amikor pedig itt a 70-es években végül is visszatért az ötödik pecséthez, akkor meg, ha jól emlékszem, akkor a korabeli kritikák már azt fogalmazták meg vele szembe, hogy hát a most a nyilas terrorról már, arról már így nem tudom, már mindent el lehetett mondani, meg az már így nagyon a múlt ködébe vész, de hogy egyébként meg szerintem, tehát ezzel a filmben most megint visszatérünk egy picit ahhoz a szemléletmódhoz, amiről már beszéltünk itt a 60-as éveknek az új hullámos magyar filmjeinél, ez a történelmi ideológiai példázatosság. Ja, ilyen parabola. És igen, az, hogy alapul veszünk egy történetet, ami egy konkrét történelmi időpillanatban játszódik, egy olyan időpillanatban, ami a Kádárkorban már kritizálható és egy teljesen a rendszeren belül is már egy lefixált megítélésű időpillanat, és azon keresztül mesélnek olyan általános érvényű bármiféle diktatúrával vagy elnyomó rendszerrel kapcsolatos gondolatokat fogalmaznak meg, és kritikát fogalmaznak meg, amit a sorok közül már mindenki tökéletesen ki tud olvasni, és rá tud vetíteni bármelyik másik diktatúrára is. Tehát, hogy érdekes, hogy az utóbbi néhány hétben azért eltávolodtunk ettől a fajta filmkészítéstől, meg ettől az irányzattól, tehát itt már az egészen kísérleti filmtől kezdve a kifejezetten esztétizált filmekig is eljutottunk, tehát hogy itt már meg dokumentarista jellegű filmről is. Kezdünk elmenni a posztmodernbe itt már, igen. Igen, hogy egy picit ott a 68-as prágai tavasz után is már úgy eltávolodtak más irányba a hazai rendezőink, a magyar rendezőink, és aztán 76-ban pedig Fábri Zoltán ismételten készített egy olyan filmet, ami nagyon töményen egy ilyen történelmi politikai allegóriaként feleltethető meg, szóval érdekes, hogy ennyi idő elteltével megint valaki ezt a megközelítést választotta itt az ekkor már abszolút veterán rendezőink közül. Igen, igen. Jó, abban tényleg biztos, hogy benne van az is, hogy nem tudta, vagy nem, valami nem jött össze az, hogy elkészítse ezt a filmet 10 éven keresztül, de még mindig benne motoszkált, úgyhogy ez inkább egy ilyen megkésett hulláma annak a 60-as évben sokkal inkább jellemző korszaknak. Igen, a filmnek a főszereplőjéről is picit beszélhetünk egyébként, ahogy mondtad, ez egy ilyen egy helyszínre zárt filozofálós, beszélgetős történet, legalábbis egy jelentős részében, tehát kb. A film feléig szerintem ki se lépünk abból a kocsmából, ahol a cselekmény zajlik, és ott az ott tartózkodó 4, illetve 5 szereplővel ismerkedünk meg. Hát őket majdnem mindegyiküket végig is kísérjük a film fináléjáig. Őzze Lajos, akit igazából elsőként közülük ki kell emelni, szerintem ő a film főszereplője gyakorlatilag. Hogy is hívják a szereplőt, akit játszik? Gyurica úr. Gyurica úr, igen, az órás. Mert mindenkinek nagyon igazából hangsúlyos a szakmája is, meg a nevét is sokszor halljuk, hogy ezek könnyű őket beazonosítani az alapján. Igen. Akkor Márkus László is felbukkan a filmben, ő a könyvügynököt játsza, a királyurat. Horváth Sándor egy asztalost játszik, ő a Kovács úr. És akkor van még a kocsmáros maga, a Béla, őt pedig Bence Ferenc játsza. Aztán az ötödik személy, aki felbukkan az ő társaságokban, az a Keszei Károly, akinek a nevét szintén sokszor elhangzik a filmnek ezen a pontján. Ő a művészi fényképész, ezt is direkt így kell mondani. Őt Dégi István játsza. Nekem az ő neve nem ismerős igazából a színészeké közül. Aztán a film későbbi pontján pedig felbukkan majd Latinovics Zoltán is. Igen. Meg Cserhalmi György. Igen, Latinovicsnak ez az utolsó
utolsó szerepe, és Cserhalmi György pedig igazából így kvázi kameózik. Hát igen, ez egy kisebb filmben, szerepe, szó, nem is jut neki szó, szöveg, azt hiszem. Igen, igen. Latinovicsról, hát ebben a filmben nem főszereplő, de hangsúlyos szereplő, ezért biztos, hogy fogunk róla beszélni, de hogyne. Az évadban nagyon sok Latinovics filmet látunk, és a legnagyobb főszerepe az biztos, hogy a Szindbád volt. Igen. Ha valaki arra kíváncsi, hogy mit gondolunk Latinovicsról, meg a színészetéről, meg úgy általában Latinovicsról szeretné portrét hallani tőlünk, akkor annak ajánlom, hogy a Szindbád adásunkat keresse fel. Mondom, biztos, hogy itt is lesz róla azért szó. Igen. Cserhalmi Györgyről pedig még fogunk beszélni egy nem sokkal későbbi főszerepe kapcsán. Tehát, igen, hogy így van. Neki is fogunk szentelni hosszabb perceket szerintem, vagy szegmenseket majd az egy órát. Igen. Így van. És igen, akkor Fábri Zoltánról már volt alkalmunk beszélgetni, de hát eltelt most már nem is tudom hány év az előző film óta, amit megtekintettünk őtőle, a Körhinta óta. Hát jó sokat átugrottunk az életművéből, az biztos. Igen, már ugye az Isten hozta őrnagy úrról beszéltünk még az év elején, korábban, a kis felvezető epizódunkban. Így van, 1955-ös volt a Körhinta, tehát az Isten hozta őrnagy úr pedig 69-es. Igen, és hát átugrottunk mondjuk olyan filmeket tőle, mint a Hannibal tanár úr. Igen, 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 vagy a Pál utcai fiúk. Igen. 20 órát is említette. Két fél idő a pokolban. Tényleg. Tehát voltak még nagyon meghatározó filmje, amiből szintén összeállítottunk volna egy külön kis, nem tudom, 5 filmes blokkot is akár. Akár. És lenne egy ilyen rendezői portrénk is, egy hubbát rúgóképünk Fábri Zoltánról, de így akkor beletekintünk két ilyen fontosabb mérföldkőbe ebben a karrierben. Igen. Hát a Körhintáról azt mondtuk annak idején, hogy az volt az évadunkban az első ilyen, úgy emlékszem, az első ilyen modernista, vagy az a kacérkodó film. Tele volt olyan felvételekkel, amelyek a modernségükkel, a szokatlan, meg a képi megoldásukkal teljesen rendhagyóaknak bizonyultak korukban. Ez alatt azt értem, hogy nem csak le volt téve egy kamera egy álmára, és akkor be volt világítva egy stúdiószoba, és akkor felvették önteket, hanem egészen izgalmas dolgokat produkált a kamerájával, meg az időkezeléssel is. És aztán ez ugye egyre inkább fokozódott, és kiterjesedett abban a korszakban a magyar filmes szakmában, ez a modernizmus. És akkor most egy érettebb Fábri Zoltánt látunk. Érzékelsz így egyértelműen megfogalmazható változást abban, hogy ő hogyan rendezte meg az ötödik pecsétet, ahhoz képest, amilyen a Körhinta volt? Igazából azért nagyon más, mert hogy ez a film, ez egy nagyon kimondottan műtermi film. Tehát ugyan van benne néhány... Van külső helyszín néhány szó. Néhány erőteljes jelenet, ami Budapest utcáin játszódik, főleg a filmnek a záróképsora. De alapvetően néhány szoba belsőben bonyolódik le a cselekmény, és azon belül pedig egy kifejezetten ilyen stilizált filmről van szó, abban az értelemben, hogy pont, hogy nem azt a fajta ilyen természetességet követi, mint a Körhintában, nem azt a naturalizmust, vagy nem azt a kicsit ilyen lírai, de mégiscsak neorealista irányzatot, amit felvett ugye a Körhintával, vagy felvett a környező országoknak az akkori új hullámos filmkészítéseiből. Ez egy klasszikusabb vonalvezetésű film, viszont ugyanakkor meg sokkal többet dolgozik mondjuk a fényárnyék hatásokkal, azzal, hogy hogyan világítja be a szereplőit, hogyan blokkolja a figuráit, hogyan helyezi el őket egy képen belül. Tehát, hogy vagy a térben. Nagyon-nagyon tudatosan teszi izgalmassá ezeket a párbeszédes jeleneteket a szövegen túl is. Yeah. Ami egy, szerintem egy ilyen nekünk legalábbis egy új skill így a Fábri Zoltántól. Tehát, hogy eddig nem igényelte azt, hogy egy-egy téren belül kelljen kreatívnak lennie, és itt nekem kifejezetten izgalmas volt az, hogy ezeket a műtermi belsőket, ezeket mennyire izgalmasan világította be, valósította, hogy mennyire jól meg tudta teremteni azt az atmoszférát a vizualitással, hogy itt vagyunk a bombázások alatt, ahol le kell kapcsolni a villanyt, ha kint jönnek a nyilasok, ha megcsikordul az autónak a kereke,
van ez a folytogató hangulat, van ez a, igen, a sötétségben egy apró fénysugár, ami vetül a szereplőkre, és ők is ezzel a kis közösségükkel így egy ilyen végzetesen beszűkült térben próbálnak meg valamiféle létezést így kicsikarni maguknak. Szóval ezt vizuálisan szerintem nagyon erősen fogalmazza meg a filmnek a hosszú nyitó szegmensében, és aztán később pedig kifejezetten erős ilyen képi szimbolikával dolgozik, majd biztos arról is beszélünk, részben vágástechnik, ilyen montástechnikával, részben ilyen biblikus képekkel, tehát, igen, hogy ilyen nagyon direkt szimbólumokkal dolgozik, de nekem kifejezetten tetszett ennek a filmnek ez a fajta ilyen direktsége. Igen, ez biztos, hogy egy külön kihívás, hogy egy helyszínes, beszélős filmet megrendezni, úgyhogy ne lankadjon el a nézők figyelme. És úgy, hogy ne azt érezze a néző, hogy ez most direkt túl van rendezve, hogy feltartsa az érdeklődését a nézőknek. Tehát ez egy nagyon nehéz kötéltánc szerintem. És itt tényleg rengeteg kameramozgással kíséri a szereplőket a film első felében a Fábri Zoltán. Hosszú egysnittes beszélgetéseket hallunk, amelyben folyamatosan megy ide-oda az operatőr, és másokra fókuszál, más szereplők arcára közelít rá, körbe-körbe jár az asztal körül, mindent bevet, de tényleg nem érzem azt, hogy fárasztó lenne, vagy ilyesmi az, amit produkál. És amellett, hogy a kamera kezelése ilyen dinamikus ennek a filmnek, a párbeszédeknek, azért a helyszínek is tök fontosak, és a Fábri dolgozott díszlettervezőként, úgyhogy gondolkodtam ezen, hogy ezt próbáljam értelmezni a filmben, vagy valahogyan nem tudom ebből levonni valamit. Igazából a kocsma, ahol játszolunk, az nem egy ilyen túl díszített, mit tudom én, kellékezett, ilyen mindenhova valami kis kütyüt, vagy valami. Most olyan látunk belőle általában túl sokat. És ez a rohadt érdekes szerintem, hogy mondom, díszlettervezői háttérben jön, beszéltünk erről mondjuk a Szindbád esetén, ahol a rendező Huszárik Zoltán szintén foglalkozott ezzel, és ő aztán tényleg mindent agyon díszített őnál, a díszletek azok a legfontosabb része volt a filmnek. Na most Fábri Zoltánnál is, mert abszolút nem is beszéltünk, és tudatosan, tehát hogyha valaki díszlettervezői múlta jön, és nincsen kidekorálva a helyszíne, akkor az a cél. Akkor tudod, hogy biztos, hogy ez tudatos. Igen, tehát ugye ez a film, ez ilyen teljesen üres, kihalt terekben játszódik egy olyan világban, ahol ami szinte mindenféle élettől mentes, és így kb. Tehát tényleg az apokalipszisnak a szélén, vagy tényleg a perenén. Tényleg olyan, hogyha kilépnél az ajtón, akkor belezuhannál a semmibe. A semmibe, pontosan, igen. És hogy ezt alátámasztja a Hieronymus Boschnak a festményeivel, ami a különböző részleteket bevág. Igen. Ez is ilyen gyorsmontázsos technika kb., mint amit sokszor látunk már a korábbi filmekben, akár Makkároly-tól, akár Huszáriktól. Igen, de hogy szerintem ezen túlmenően is, tehát ha nem használná ezt az eszközt, akkor is nekem volt egy ilyen nagyon erőteljes ilyen világvége érzetem pusztán az általad is említett tereknek a teljes kiüresedettsége kapcsán. Ja. Tehát tényleg van, nem tudom, egy ilyen ami zenegépszerű dolog, igen, ami néha igen szolgáltat ilyen. Na mondjuk az tényleg egy jó díszlet, tehát ez a jó kellék, mert nagyon különlegesen néz ki, meg különleges a hangja. Abszolút, igen, de aztán akár a vendéglő, akár később az ilyen palotaszerű tér, ahol kihallgatják és megkínozzák a szereplőket, annyira sok, tehát hogy az összes olyan tér, amiben járunk, és aztán a külső térben pedig szintén egy lélek sincs, csak az egyetlen főszereplőnk, aki végig bolyong, és korábban is egy-egy embert igen látunk legfeljebb, igen, akik bujkálnak a romok között, vagy az épületeken belül, tehát hogy ténylegesen egy pusztulás szélére sodródott ilyen szimbolikus térben járunk a filmben, és szerintem egyébként az egész filmre jellemző ez az ilyen példázatosság vagy szimbolikusság, hogy így tök jó karaktereket ismerünk meg, tehát hogy igazából szerintem a szereplők azok nagyon, nagyon izgalmas szereplők tudnak lenni önmagukban is, de alapvetően azért ebben az ilyen morál filozófiai kérdéskörben mozognak ők, mint figurák, és mint ilyen archetípusok, vagy igen, inkább ilyen lehetséges válaszok, vagy lehetséges magatartások egy ilyen végletekig kiélezett pillanatban. Sakfigurák, vagy hogy nem ez ilyen
ez a szerepük, egy szerepet kapnak igazából egy morális filozófiai probléma felvetésben. Ja, teljesen egyetértek ezzel, amit mondasz, hogy ilyen kiüresedett is például. Egyébként tökéletesen működne szerintem ez a történet, sőt működik is, mert hogy mások is, mások már megcsinálták ezt színpadon is. Abszolút, nekem is ez jutott eszembe róla, igen. Igen, biztos, hogy izgalmas lenne megnézni egyébként ezt modern feldolgozásban egy fiatalabb szereposztással. Igen, és egyébként szerintem ezek a fajta filmek vagy történetek, amik ennyire példázatosak, uh-huh. és ennyire egy ilyen gondolatkísérletet visznek végig bizonyos szereplőkön keresztül. Itt rengeteg múlik azon, hogy azok a szereplők, azokat a szereplőket mennyire erős színészek játsszák. Ja. Ja. Tehát onnantól kezdve, hogy mindig szegény az Ősember című film jut erről eszembe, a The Man From Earth. Ezt nagyon-nagyon amit imádják sokszor, rengetegen. Igen, és mi többször, nem tudom, már így nem tudom, belerúgtunk a hátsó felébe egy ilyen fél mondatban. Abba, hogy ismerek, akinek ez a kedvenc filmje. Az Ősember. Igen. Amatőr színészekkel, nagyon rosszul megírt párbeszédek, igen. úgy felvéve, hogy tényleg nulla rendezői képzettséggel gyakorlatilag. Igen. És hogy azért is most is eszembe az a film, mert hogy egyébként meg abban a történetben is benne van az, hogy az egy nagyon erős... Uh-huh. A premisszának izgalmas. Erős dolog szülessen meg belőle. Ja. És hogy nekem ez a film nagyon tetszett, és hogy szerintem ez a minden mesterségessége az kifejezetten izgalmasnak találom. Aha. Tehát azt, hogy ezt a példázatosságát a filmnek. De ehhez ténylegesen kell az, hogy maximálisan lekössenek ezek a karakterek, akik azáltal születnek meg, hogy hogyan reagálnak arra a kérdésfelvetésre, ami végighúzódik a filmen. Nem tudom, érted, de mire gondolok. Tehát, hogy persze, gyengébb színészekkel, vagy gyengébb rendezéssel, meg hogyha, ez iszonyatosan le is tudna dobni magáról. Hogyha sokkal tényleg azt éreznéd... Egy realisztikus történet. Igen, hogyha azt éreznéd, hogy ezek tényleg ilyen kartonpapír figurák, igen. akiknek el kell játszaniuk egy bizonyos szerepet, egy bizonyos nézőpontot egy ilyen vitában, uh-huh. az hát rendkívül idegesítő, frusztráló lenne valószínűleg. De ez volt az erőssége a Hideg Napoknak is, hogy igen. négy különböző nézőpontot ismerünk meg, de valódi húsvér embereken keresztül. Igen. És itt is eléri ezt, és ez valóban a színészek tehetségén múlik, hogy az Őze Lajos minden jelenetben úgy tud megjelenni, hogy nem tudod levenni róla a tekintetet, hogy minden, a testtartásából is már keresed, hogy mit lehet kiolvasni. Egyszerűen érdekel, hogy mi van ennek az embernek az agyában, és minden szereplővel kapcsolatban ugyanez igazából elmondható. Tényleg valódi embereket hallunk beszélni, valódi az érzelmek, amik a konfliktusaikat vezérlik. Elképesztő szerintem is, hogy mennyire hiteles tudott lenni, és mennyire emberszerű ez az egyébként tényleg parafrázisszerű történet. Igen, igen. Őze Lajost már nagyon régóta ismerjük így a Tanú kapcsán, tehát hogy a Virág Elvtárs az egyik legjobb igen. magyar filmes karakter, igen. így valaha. Igen. De hogy most, hogy így megláttuk több filmben, uh-huh. a Szegény Legényekben felbukkant egy kis szerepben, és ott is megjegyeztem, hogy mennyire erőteljes a jelenléte. Yeah. Viszont most ez az alakítás, ez így megint még egyel följebb emelte nálam, hogy az Őze Lajos mennyire szenzációs a jó színész, és alapvetően karakterszínész, mert hogy hasonló, tehát alkatilag hasonló a jelenléte ebben a filmben is, mint akár mondjuk a Tanúban, de hogy annyira összetett figurát tud megformálni egészen kevés eszközzel, pusztán a jelenlétével, és ami zseniális ebben az alakításban szerintem, hogy van egy váltás a filmben, amikor megtudjuk, hogy ő milyen ember valójában. Ja. Nagyon sokáig azt látjuk, hogy ő egy, vagy igazán nem is azt látjuk, úgy értelmezzük, hogy egy ilyen nagyon cinikus. Ja, és szereti a többieket cukkolni. Igen, egy ilyen cinikus figura, ja. aki igazából nem gondol semmit a őszintén a világról, hanem csak mindig így csak bedob igen. dolgokat. Igen. Igen, ahogy te mondod, szereti a többieket így
manipulálgatni, vagy így játszani velük, de igazából ő úgy kivonul ebből az egészből, ő így felülről, vagy távolról tekint rá, ő itt nincs jelen, ő már mindenen túl van, ő már mindent megítélt, tehát egy ténylegesen egy ilyen távolságtartó cinikus figurának tűnik, és hogy az Őze Lajosnak ez ilyen fanyar stílusa és megjelenése, és a kicsit ilyen szintelen tekintet, tehát ez mind vagy hozzájárul ahhoz, az arisztokratikus arca, hogy így elkönyveljük egy ilyen karakternek, mert valahogy ilyennek ismerjük őt, és hogy úgy tud váltani arra, amikor a forgatókönyv bevezet minket abba, hogy ő egyébként mit csinál otthon, és ő egyébként milyen ember, hogy nem vált át hirtelen, tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen egy teljesen más alakítás. Nem válik melodrámával. Nem vedli le ezt a bőrét, de hogy ugyanazok a gesztusok, ugyanazok a szavak, azok így olyan hirtelen telnek meg melegséggel, és törődéssel, és empátiával, és ilyen törődöttséggel, miközben nem csinál annyira gyökeresen más. Tehát, hogy... És onnantól kezdve viszont újra kontextualizálod azt is, amit a kocsmában a többiekkel csinál, és hirtelen az ő... A konfliktusból kivonuló, csak a kérdést feltevő stílusa is megtelik emberség. Igen. Tényleg, az Őze Lajos karaktere végig nem válaszol a saját által feltett kérdésre ebben a filmben. A kérdések, hogy gyorsan mondjuk el. Igen, most már. Biztos minden néző, aki látta az ötödik pecsétet, fejből tudja, mert annyiszor elhangzik, és annyira sokat foglalkoznak vele, hogy ez így az emberrel marad örökre, mint a tanulnak a legnagyobb idézetei, de a lényeg az, hogy van itt egy ilyen morálfilozófiai felvetése az Őze Lajos karakterének, a Gyuricának. Az egyik szereplőt kérdezi meg konkrétan, hogy ha most újra születhetnének, ebben a percben meghalnak és újra kell születniük, akkor mit, hogyan döntenének, hogy kinek a testében akarnak újjá születni. Két lehetőségük van. Van egy kegyetlenkedő rabszolgatartó, aki a saját értékrendje, saját kultúrájának a felfogása szerint nem követel semmiféle bűncselekményt, csak az igazságot vagy az igazság nevében és és helyesen cselekszik, amikor iszonyatos kegyetlenségeket hajt végre a rabszolgáin. Igen, és nem is érzi azt, hogy ő bármit rosszul csinál. Ja. Ő nyugodtan alszik. Ja, ez a Tomóceusz Katatiki karakter. És akkor a másik szereplő, akinek a testében újjá lehetne születni, az a Gyugyú, aki pedig ennek az emint említett rabszolgatartónak az egyik rabszolgája, akinek szenvedés és tragédia kíséri végig az egész életét, elveszíti minden szerettét, még őt is megnyomorítják. De minden nap azzal fekszik le is, hogy ő viszont nem csinált soha senkinek semmi rosszat, teljesen ártatlan. Ez az egyetlen dolog, ami még tartja benne a lelket. Tehát itt az a kérdés, hogy mielőtt még újjászületnél, te még tudod, hogy akinek az olyan testében újjászületsz, az egy tömeggyilkos, egy mészáros, egy kegyetlen rohadék, de ő nem tudja magáról. És a másik viszont, te tudod róla, hogy ártatlan, de olyan szenvedéseken keresztül őrzi meg az ártatlanságot, aminek a megélése az elviselhetetlen. És amikor viszont újra születsz, már nem fogsz emlékezni arra, hogy te ki voltál előzőleg. És akkor ezek között kell választani. És persze hosszas frusztrációhoz vezet ez a többi, a maradék 3-4 szereplő számára, hogy egyáltalán milyen provokatív ez a kérdés, és ezen nem tudják magukat túltenni. De a lényeg az, hogy azért mindegyikük elgondolkodik rajta, hogy mit válaszolnának ők, de sose tudjuk meg, hogy az Őze Lajos karaktere mit válaszolna erre. Igen. Igen, és érdekes ugye a kérdésfelvetés, mert itt két erős végletre futtatja ki a Gyurica ezt az ilyen példabeszédes kérdést. És aztán egyszer fogalmazza meg már, amikor nagyon sokat gondolkozott rajta valamelyik szereplő, hogy ugye a kettő között ugye még mennyi árnyalat lehetséges adott esetben, hogy ugye nem hiszem, hogy pontosan hogy fogalmaz, de valami ilyesmit mond, hogy nem mindenki igaz ember, aki kompromisszumot köt, vagy aki feladja az elveit, és nem mindenki mártír, aki pedig szenved. Na, biztos, hogy nagyon rosszul idézem, ezt jó lett volna pontosan kiírnom, de hogy ugye megfogalmazza azt a helyzetet, hogy itt
hogy egy olyan rendszerben, ahol, ami egy diktatúra, egy fasiszta diktatúra, a nyilas terror, tehát tényleg a szálasi terrorjának a kellős közepén, hogy itt olyan ember tömegek élnek ez alatt a rendszer alatt, akik adott esetben nap mint nap szembesülnek ezzel a kérdésfelvetéssel, és hogy ez ugye akkor mennyire lehet felmentés az, hogyha valaki nem vállalja az egyik végletet se, hanem a kettő között próbál életben maradni. Tehát, hogy az életben maradás mint olyan, ez is hangzik a filmben, hogy életben maradni az is egy mennyire, nem tudom, az már önmagában egy mennyire, nem tudom, sikeres tett. Ja, igen, tényleg. De hogy ez valóban így van-e? Tehát, hogy ugye ez az a kérdés, amit feltesz a film, hogy nem csak azt, nem csak azt teszi fel a film azt a kérdést, hogy te melyiket választanád, hanem azt is, hogy van-e a kettő között skála, és ha igen, az jelent-e bármit ebben a helyzetben, van-e bármi más választási lehetőségünk adott esetben, ha van, akkor az tud-e bármiféle árnyalatot vinni ebbe, vagy ez egy konkrét olyan helyzet, ahol ténylegesen nincsenek árnyalatok, mert amikor eljönnek érted a nyilasok, akkor onnantól kezdve van egy egyértelmű dolog, amiben választanod kell. Ez a legizgalmasabb az egészben, amit mondasz. Mármint, amit mondasz, csak azt mondom, hogy magában a morálfilozófiai kérdésben ez a legizgalmasabb, igen, hogy ez egy provokatív kérdés, amire nem is feltétlenül kell, hogy tudjunk válaszolni, és pont ezzel viaskodnak a szereplők, hogy de most akkor van-e ezek között, a végpontok között valamiféle skála, miért kell a kettő között választani, és aztán tényleg arra fut ki a film, hogy a kettő között, igen, kell választanod. Igen. Igen. És igen, igazából ugye három felvonása van e szerint a filmnek. Az első felvonás az nagyjából a hosszú felvezető után a kérdésfeltevés és a közvetlen reakciók rá. Utána van egy olyan szakasz, amikor mindenki egymástól elszeparálva őrlődik azon, hogy mit jelent számára ez a kérdés, és ő hogyan válaszolna, és megad egyfajta választ. Tehát, hogy mindegyikük, még aki azt mondja, hogy ő nem foglalkozik ezzel, ő is azt mondja, hogy ő tök egyértelműen tudja, hogy ő mit csinálna ebben a helyzetben. És aztán jön az utolsó felvonás, ahol pedig a legtöbben más választ adnak, mint amit korábban gondoltunk volna róluk, vagy amit ők gondoltak volna saját magukról. Beleértve a kérdésre. És ugye ebben az utolsó felvonásban lép be a színre még a Latinovics Zoltánnak a karaktere, aki így a nyilasoknak egy ilyen vezetője, tisztje, vagy hát egy olyan tisztje, aki valamilyen szempontból döntéshozó. És ő aztán pedig felvázolja azt a másik rétegét a filmnek, ami megint csak nagyon-nagyon nagyon erőteljes és izgalmas, és elválaszthatatlan ettől a morálfilozófia kérdésfelvetéstől, azt a politikai dimenziót, hogy az elnyomó rendszer az hogyan gondolkozik. Igen. Arról, hogy... Hogy kell megtörni azokat, pontosan, akiket el kell nyomni. Igen, igen. Elképesztő az a monológ a Latinovichtól egyébként. És máig aktuális. Az egész filmmel kapcsolatban, igen, ez a legelkeserítőbb, hogy egy percet nem öregedett az a rengeteg kérdés, amit felvet, miközben egy háború kellős közepén ülünk. Nagyon sokszor ettől rázott ki engem a hideg, hogy amiről beszélgetnek ezek a szereplők, az másonnak az élete, tényleg az aktualitás az életükben. Egyszerűen döbbenetes. Igen. Igen, és különösen ez a gondolatmenet, amit a Latinovics karaktere fölvezet, hogy ugye ott van egy ilyen fiatal nyilas, akinek van egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű elgondolása arról, hogy ezeket a szereplőket ki kell levégezni, nem kell kivégezni, miért kell megkínozni, miért alkalmaznak erőszakot egyáltalán, mi a fontos ügy, mi a kevésbé fontos ügy így a nyilasok számára, kiket ugye kell... Igazi pszichopatok, ugye jelmezetből. Igen, kínozza a szereplőt. Igen, és hogy ő úgy gondolja, hogy hát ez igazából, ugye ez a bagatell, tehát hogy igazából ez a négy ember, akik csak ülnek a vendéglőbe, és csak pofáznak, és ott lehet, hogy szidják a nyilasokat, de aztán hazajönnek, és nem csinálnak semmit, hogy ők velük igazából annyira nem kell foglalkozni, mert ott vannak a fontosabb
aktívan ellenálló tagjai a társadalomnak. És akkor erre vezeti fel a Latinovics ezt az elméletet, hogy, vagy nem is elméletet, gyakorlatot, hogy, hogy de nem pont, hogy ez az, ami a teljes társadalomnak a megtörésének a kulcsa, hogy az egyértelmű, aki aktívan, nem tudom, felrobbant egy teherautót, vagy ilyesmi, mert azt elkapják, kivégzik, hanem az átlag ember, aki még úgy érzi magáról, hogy ő benne még megvan a becsület, és aki még reménykedik gyakorlatilag. Ja, akik ilyen lélekben vagy legbelül ellenállók. Igen, még akkor is, hogyha egyébként... Nem tesznek semmit aktívan a rendszer ellen, de ők akkor is tudatban a rendszer ellen vannak. És hogy ők alkotják a tömeget, uh-huh, a széles néptömeget, ők uh-huh. a többség, és hogy azért létfontosságú őket módszeresen megtörni, és nem is csak megkínozni, meggyötörni, hanem olyan mértékben kompromittálni, hogy ő a lelki ismeretük ne maradjon tiszta, és ne érezzék magukat becsületesnek többé, hogy azzal lehet végre legyalulni azt az ellenállást, vagy azt a társadalmat, ami az emberekben belül még végig tud vonulni egy ilyen terror alatt. Yeah. És nagyon érdekes, hogy ugye nem tudtam, azt tudtam, hogy van a film végén a cserhalmi, mint ez a ilyen Krisztusként kifeszített haldokló, okay. mártír, vagy hát... és azok a képek így megvoltak a filmből, és akkor nagyjából sejtettem, hogy ott fog valami próbatételre kifutni a film, de nem tudtam, hogy mi lesz a végkicsengése a filmnek, hogy mennyire lesz pesszimista a Fábri Zoltán, vagy mennyi, tehát hogy mit állít majd a film végén az emberiességről, és nagyon érdekes, hogy... Bocsánat a Ferenc, mert... Igen, abszolút igazad van, igen. És hogy érdekes, hogy persze lehangoló a film, hiszen tragédiával zárul szinte minden szereplőre különböző szempontból, de hogy azt hozza ki a film végén mégiscsak, hogy a maga módján mindegyikük meg tudta őrizni a becsületét, még akkor is, hogyha ez hogyha igazából... Hogyha kompromitálódott. Igen. Tehát, hogy most előre szaladtunk a spoilerekbe itt a film kapcsán, de hogy a film végén azok a szereplők, akik azt mondták korábban, hogy ők biztos, hogy az életet választanák, és ők biztos, hogy ügyeskednének, és hogy ők biztos, hogy a segét kinyalnák a nyilasoknak, ha azon múlna, hogy átvészeljék ezt az időszakot, ők képtelenek arra, hogy ártsanak másoknak a saját életüknek az árán, és képtelenek arra, hogy... Nem hordolna be annyira terrornak igazából, anyó. Igen. Azáltal legalábbis, hogy nem hagyják. Vagy összeomlanak, vagy aktívan dacolnak. Igen. És ugye az egyetlen, aki végrehajtja azt amit a Latinovics parancsol, ami arra szolgál, hogy megtörje lelkileg, és meg is töri lelkileg, az pont az Őze Lajos figurája. Viszont neki meg az a kifogása, vagy az az indoka erre, hogy ő rengeteg zsidó gyereket mentett meg, és őriz. És ott várják otthon. Igen. És szükségük van rá, hogy túléljék ezt az elnyomást, ezt a nyilas terrort. Igen. És itt egyrészt, hogy ezzel azért egy optimista, humánus üzenetet fogalmaznak a Fábri Zoltán, tehát nem egy olyan mély, nihilista vagy akár csak pessimista üzenetet, hogy itt a hatalom az felőrli az átlagembert. Igen, felőrölte az átlagembert, mert vagy meghaltak, vagy összeomlottak, de ad egy olyan katarzist számunkra, amiben ez a négy ember mégis ellen tud állni a terrornak, még hogyha ez nem is egy, nem tudom, sikeres ellenállás, szóval érted, mire gondolok. Yeah. És a másik pedig, hogy ez az, ahol szerintem tudja árnyalni a saját ilyen dihotómiáját a film, hogy akkor mártír leszel, vagy terrorista, vagy elnyomó. Pont az Őze Lajos figuráján keresztül, hogy ő látszólag ugye kompromittálódik, látszólag felad, és
és a becsületét, a lelki ismeretét azt feladja, de közben látjuk azt, hogy ezt miért teszi, és most, ahogy erről beszélek, most eszembe jutott a Scorsese-nek a Némassága, amiben szintén van egy kulcs kérdés az, hogy annak a filmnek a főszereplője, aki ilyen mártírkomplexusos, és Krisztusnak a mártíromsága számára a vezérfonal és az iránymutató, és hogy eljut arra a pontra, amikor fel kell tenni magának a kérdést, hogy többet ér-e az ő áldozata, mint az, hogy emberek más emberek szenvedését meg tudja gátolni azáltal, hogy ő felad valamit magából. És hogy amikor ezt a döntést meghozza, akkor utána mihez kezd magával. De hogy ott is, abban a filmben is iszonyatos súlya van annak a lelkiismereti kérdésnek, hogy abban a filmben elsősorban azt, hogy a saját egódból és krisztusi küldetéstudatodból mikor fogsz tudni, hogy mikor gondolsz arra, hogy a krisztusi önfeláldozás az mennyire rólad szól, és mennyire másokról, és mit jelent valójában a krisztusi önfeláldozás és a mártíromság, és hogy ebben a filmben is az, hogy az Őze Lajos feladja azt az elvét, hogy ő nem fog ártani másnak, és hogy belerúg még egyet a szenvedőbe, és ebbe belerokkan, vélhetőleg. De hogy ott felismeri azt, hogy fontosabb ebben a pillanatban az, hogy vannak, akik számítanak rá. És hogy ettől ő valószínűleg egy emberi roncs lesz ezt követően. Tehát, hogy ez nem fogja tudni maga mögött hagyni ezt azt, amit a Cserhalminak a karakterével tett, és ami a barátaival történt. De hogy amit az ő példázata állít arról, hogy valaki az összes szenvedést felvállalja, de tiszta marad a lelkiismerete, vagy tisztának gondolja a lelkiismeretét, mert nincs tudatában annak, hogy amit ő művel, az bűn. Amit az Őze Lajos csinál a film végén, az igazából egyik se a kettő közül. Vagy mind a kettő, vagy... Mind a kettő, mert igen. Amit a Latinovics megfogalmaz, azt a Latinovics eléri nála. Azt eléri. Biztos, hogy összetudja az ő... Tehát a Latinovics sikert arat, igen. És az Őze Lajos egy megtört emberként él az, akit letört a nyilas terror, lelkileg tört össze, pontosan úgy, ahogy a Latinovics fogalmazta meg a szőke katonával szemben, hogy látható így kell ezt csinálni, igen. nem pedig kínzással. Igen. Viszont igaz, hogy továbbra is ellenáll azzal, hogy bújtatja a gyerekeket. Úgyhogy... mind a kettő igaz rá egyszerre. Amit elmondtál, az 100%-ig jó, meg teljesen egyetértek, hogy a film annyival árnyalja, hogy ilyen teljesen apokaliptikus befejezés kap a történet, amelyben lebombáznak egy házat, ami ténylegesen összeomlik. És most ez azon túl, hogy egy ilyen apokaliptikus befejezése van a Jelenések könyvéből címét vevő könyvnek, vagy filmnek, az azt is sugalmaz a számomra, hogy abban a pillanatban, ahogyan őt megtörték, abban a pillanatban ért véget a nyilas terror, mert megérkeztek az oroszok, akik leverik őket. Tehát cinikusan azt is állíthatja ez a film, hogy a történet, hogy ez hiába való volt. És ettől meg aztán pláne milliónyi réteggel gazdagodik ez a történet, és egy ilyen a saját filozófiai kérdésfelvetésén is túlmutatóan a nézővel marad, és megválaszolhatatlan dilemmába keveri a nézőjét. Igen. Igen, vagy azt mondja, hogy ez hiába való volt, vagy akár csak annyit mond, hogy bármennyire is itt most gyerekek megmentésével végül is egy hős marad, de ahogy kilép ebből a kapuból, azért az ő személyes pusztulása az, ami megjelenik kívül is. Tehát, hogy ez az apokalipszis, hogy ott akkor is véget ért a világ kvázi. Ott persze. Akkor is gyakorlatilag ez a pusztulás és a bukásnak a pillanata. Igen. Függetlenül attól, hogy ő ezzel megmenti ártatlanok életét azzal, hogy ő önként vállalja azt, hogy a lelki ismeretét összeroppantja. Tehát igen, az egész biztos, hogy az utolsó jelenet sor, ahol ilyen teljesen tébolyult, összetört, megtört tekintettel botlatozik végig a városon, az egy teljes pusztulásnak a,
egy ilyen egzisztenciális összeomlásnak a... kivetődése. Igen. Végkicsengése, igen. Igen. Hát nagyon-nagyon sokféleképp értelmezhető, mert nagyon sok réteggel rendelkezik az a jelenet sor, ez teljesen biztos. Mondom, itt a jelenések könyvét azért is lehet idézni, mert ahogyan ott kivonul az őzelős ilyen széttárt karokkal, megint csak egy ilyen krisztusi pózt kap, meg egy ilyen krisztusi mártír szerepet kap ő is igazából. És mondom, végig a nézővel marad ez az egész dilemma, hogy most akkor, amit megtett, az megérte-e? De hát nem lehet tudni, hogy nem lehet tudni az adott helyzetben, hogy most meddig kell neki kitartania, meddig kell ellenállnia. Egyszerűen ez csak egy ilyen utolsó gyomron rúgással nézőnek, hogy ott még a bombák is becsapolna, azon túl mondom, amiket mondasz, hogy ilyen szimbolikusan értelmezhető jelenet, még ez is szerintem egy plusz rétege, vagy egy még inkább direkt rétege a jelenetnek. És beszéljünk arról is, hogy az őzelős ebben a felében a filmnek milyen teljesítmény nyújt. Mert amit elmondtál róla, meg arról, hogy ő neki milyen a kisugárzása, az a film első felére valóban igaz, meg valóban az a jellemző. De ebben a filmnek ebben a felében viszont szerintem olyasmit látunk tőle, amit korábban nem. Igen. És egészen lebilincselő. És az minden szereplő fantasztikusabban az utolsó szegmensben, amikor a Latinovics ez elé a dilemma elé állítja őket. De itt az Őze Lajos, amit produkál, és az a teljes lelki válság, amiben látjuk őt, amikor végül is meghozza azt a döntést, hogy behódol Latinovicsnak, és felpofozza a Cserhalmit. Azért is mondom itt a színészek nevét, mert ezeknek a karaktereknek nincs nevük egyébként. Na, hát amit látunk az Őze Lajostól, az tényleg megrendítő erejű. Az olyan képsorok, amiket nem fog tudni kiverni a fejemből, valószínűleg. Szóval, és hát persze, ahogyan botladozva végig gondol utána a városon, miután őt kipaterolják onnan, és figyeli az összeomló házakat, meg a város fölött eluralkodó apokalipszist, tényleg egy megtört emberként, egy kiüresedett vászként, az egészen hihetetlen, amit ott látunk az Őze Lajostól. És olyasmi, amire nem számítottam, hogy valaha. Nem tudom. Ez a befejezés engem is teljesen váratlanul ért. De mondom, az ő alakításával együtt, meg aztán ez örökérvényű. Tök jó, hogy mondtad a némaságot nekem, az így eszembe sütött, pedig nagyon jó párhuzam a Scorsese-nek a filmje. Igen. De egyébként minden az általam kevésbé ismert színészek is szenzációsak a filmben. Nyilván mondjuk Márkus Leszót ismertem azért, már korábbról. Talán inkább szinkron szerepeiről. Nem is tudom, hogy láttuk-e. Láttuk valamiben, de már nem emlékszem én sem. De mindegy, ő tényleg egy legendás színész. Uh-huh. Igen. Mindig szereplőnek van egy karaktertípusa. Ugye Márkus Lászlónak a karaktere, ő a aki kicsit ilyen élfajhász, vagy ilyen hedonista, csapodár figura, kicsit ilyen snob, elitista karakter az övé talán. Igen. Aki úgy könnyen mond ítéletet a többiekről, meg olyan nagyobb hangú. Igen. Figura. Erre van egy jó szó, de nem. Ja, igen. Akkor akit a Horváth Sándor játszik, ő az ilyen szorongó kisember, aki sokkal inkább küzd ennek a kérdésnek a súlyával, amit feltesznek számára. A Márkus László az hányaveti. Ez jutott eszembe most. Nagyon jó, igen. És akkor a Bence Ferenc pedig az abszolút opportunista, pragmatikus. Ja, pragmatikus, inkább azt a szót mondanám rá, de igen. Igen. De opportunista igazad van, mert amikor bejönnek a nyilasok és pálinkát. Tehát tényleg opportunista. Elméletileg ő az ilyen túlélő típus, aki tud annyira lavírozni, hogy elboldoguljon minden rendszerben, és ugye azért is érdekes, hogy ő lesz az, aki a leg
határozottabban és kérdés nélkül a leginkább aktívan fellép az ellen, hogy nem ő nem hajlandó belemenni ebbe a játékba. Mikor nem sokkal korábban még arról beszélt, hát ugye, ő aztán végképp élni akar bármi áron. Ja. Ez egy olyan dilemma, most visszatérve megint a textre, tehát megint egy kicsit elemezve a történetet, hogy mindannyiunkkal szerintem előfordul, mert mondom, főleg amikor aktuálisan, tényleg a valóságomban is olyan tragédiák történnek, amelyek hasonlóan elgondolkodhatóak, hogy mennyire más egyszerűen kívülről szemlélni egy ilyen szituációt, és úgy ítéltetett, mert nem is ítéltet mondani feltétlenül, hanem inkább a saját morális irányunkat mennyire helyesnek gondolni, miközben meg benne élni, vagy közelebbről szemügyre venni már egészen más élmény tud lenni. Ez a négy szereplő egyszerűen nagyon szépen körbejárja Sánta Ferencnek a története, ezt az egész problémakört, ezt az egész dilemmát, és valóban ilyen parabolisztikus az, hogy ez a nyilas terroron keresztül van bemutatva, de bármire igaz lehet, akár tényleg a kommunista rendszernek a saját polgáraival szemben gyakorolt terrorra, de akár a jelenkorban is háborús bűnökre, bármire tökéletesen ráhúzható ez. Igen, és a már korábban említett hideg napoknál, ugye ott az a borzasztóan erős, hogy a bűnösök, háborús bűnösök, ők hogyan próbálják relativizálni a saját szerepüket, és hogyan tudják, tehát az a film az önigazolásnak a különböző fokairól szól elsősorban, és arról, hogy hogyan tudod racionalizálni a tetteidet, és hogyan tudod a lelkiismeretedet így eltenni a hátsó fiókba, ami borzasztóan izgalmas és nagyon megrázó erejű. Az ötödik pecsét viszont talán azért is érezhetjük még közelebb magunkhoz, még egy fokkal, vagy mennem az elkövetkező. Inkább azt mondom, hogy nem is az, hogy közelebb érezhetjük magunkhoz, de hogy könnyebben tudjuk kivetíteni a saját élethelyzetünkre akár, vagy a saját ilyen gondolatkísérleteinkre, mert hogy ebben hétköznapi civilek gondolják végig azt, hogy ők hogyan reagálnának egy hasonló helyzetre, és hogyan tudnának kiállni az elveikért, vagy mikor érzik úgy, hogy az elveik azok kevésbé fontosak az életben maradással szemben. Igen. És hogy néha elég annyi, hogy azt mondják a szemedbe, hogy a feleséged egy mocskos ribanc, vagy ezért. És ott már nem fog számítani az, hogy abban a pillanatban egyébként mit gondoltál, és mennyire vagy meghunyászkodó típus, vagy mennyire félted az életed, mert ott lesz egy ösztönös reakciót, bármilyen irányba. Tehát, hogy ez megint az helyzet, hogy fogalmat sincs, hogy fogsz reagálni erre a helyzetre egészen addig, ameddig bele nem kerülsz abba a helyzetbe, és addig csak a gondolatkísérleteidet végiggörgetheted. De az úgy, hogy túl gondolni tudod egyszerűen. Igen. És ez is megint csak a szereplők, mert színészetnek a dicsérete, hogy ezek hiteles dolgok maradnak a filmben végig, hogy az, hogy hogyan dilemmáznak, és milyen végkövetkezetesen jutnak a morális gondolatvetéseik végére, az nem kerül egy diszonanciába azzal, ahogyan végül cselekszenek, mert annyira hitelesen alakítják ezeket a döntéseiket, ezeket a impulzív döntéseiket, amikbe végül belekerülnek. És egyébként nyilván a filmnek az utolsó harmada az a ténylegesen kiélezett helyzet, ahol a legelementárisabb erővel nyilvánulnak meg, de egyébként már korábban is, amit felvázol a film, ha nem lenne az utolsó harmada, akkor is már feltenni azokat a kérdéseket, hogy egy ilyen elnyomó rendszerben létezni és tűrni, de annak a működési elve és annak a lélekromboló elve az, hogy túl akarsz élni, és emiatt mennyit vagy hajlandó eltűrni, és mennyit vagy hajlandó lenyelni, és milyen mozgástered van abban, hogy tegyél valamit a rendszer ellen, de mi az, amikor a rendszer már olyan mértékű, hogy már gyakorlatilag a mozgástered az minimális, és leszűkül arra, hogy jó, akkor megpróbálsz túlélni valahogy, és ez már abban megjelenik a filmben, hogy ez a négy ember leül egy asztal mellé,
Ja. Minden este. Persze. De hogy aztán, amikor kimegy, akkor hogyan viselkedik? Amikor bejönnek a nyilasok, és csak kérnek egy pálinkát, uh-huh. akkor hogyan viselkednek? Akkor hogyan próbálják meg visszahúzni magukat, vagy összehúzni magukat, hogy... Igen. Mert hogy... Nem, mert, véletlenül bármi, mert kiszámíthatatlan a terror, nem lehet tudni, hogy mi az, így ami, van. Amivel kihúzódnál a gyufát. Így van, így van. Tehát, hogy milyen létezni egy ilyen rendszerben nap, mint nap, és, uh-huh. és túlélni, és hogy ez a film igazából, most ez nagyon hangzik, hogy megadja azt a lehetőséget ezeknek a szereplőknek, hogy döntsenek valamilyen irányba, és ez ugye a pusztulásukkal ér véget. Igen. De hogy talán még sötét, még túlzás, hogy még sötétebb lenne a film, hogyha nem adná meg nekik ezt a lehetőséget, hiszen véletlenül tragikus és lehangoló a film. De hogy az már önmagában rombolja a lelket, hogyha valaki végigél egy ilyen rendszert, nem? Tehát, igen. Hogy... Hát hogy nem? Mi ezt magunkon is megtapasztalhatjuk, nem? Persze. A Márkus Lászlóval közben megnéztem, és fogunk találkozni idén még a Bújékban. Ó. Korábban Vakfoltban szinte nem láttuk, de biztos, hogy láttuk már igen. mondjuk a tizedes meg a többiekben, meg egyéb filmekben még emlékszem, hogy láttam, amiket amúgy láttunk mindannyian. Na mindegy, a filmnek van egy másik morális dilemmája, van egy másik érdekes kérdés uh-huh. felvetés, amiről akartam beszélni, jó. és ezzel tudunk beszélni az ötödik szereplőről, a fényképészről, jó. mert ő is egy érdekes figura. Egyrészt érdekes a válasza a Tomoteusz katatikitakati kérdése is, és arra, amit az, hogy arra, amit mit reagál az őzelős, tehát megint kicsit beszéltünk igen. arról is még vele kapcsolatban. Igen. De ő felhoz egy másik témát, ami nemhogy nem veszített a patinájából, de még aktuálisabb is lett, amikor azt hozza szóba, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és hogy az egy nagyon érdekes beszélgetés, azt a kocsmárossal, vagy uh-huh. lehet, nem a kocsmárossal, hanem pont a Márkus László karakterével folytatja, nem emlékszem már. De lényeg az, hogy ott arról beszél, hogy nem tudom már mi a konkrét vita tárgya, valamilyen talán politikai téma, és akkor szóba hozza a fényképész, hogy de hát mi van, hogyha van valaki, aki magával nem ért egyet, és sehogy nem tudja meggyőzni a maga igazáról, és akkor csak azt adhatja neki maximum, hogy milyen hülye. Hogy erre most meg mit reagálna. Uh-huh. És ez egy tényleg egy olyan, szerintem egy olyan érdekes helyzet, egy olyan érdekes kérdés, ami alapvetően nem tűnik túl érdekesnek, vagy nem tudom, nem egy nagyon gondolatébresztő helyzet, de igazából amiről beszél, az nagyon is aktuális, mert amire kifut az, hogy azt állítja a fényképész, hogy vannak mindenkinek egy valóság érzékelése, egy igazság felfogása, valami, amit a saját logikai rendszerében, a saját ismeretei alapján egy következtetés, amit igaznak gondol, és ő szerinte lehet, hogy mindegyik valid, mindegyik érvényes. És ezt miért nem lehet egyszerűen elfogadni, miért nem lehet egyszerűen ezt így tiszteletben tartani. Miközben a csapos meg azt mondja, hogy de hát valaki hülye. És ez is olyasmi, amit napi szinten élünk meg. Igen. Egyre inkább távolodnak egymástól a közöttünk lévő valóságok, amiben élünk. Szóval, hogy ez már akkor mennyire meg tudta fogalmazni Sánta Ferenc a uh-huh. regényében, ez egészen mondom, csak idegrázol megint. Na és akkor vissza akarok térni arra, hogy a fényképész azt válaszolja, hogy a Gyugyú lenne. Igen. Elég határozottan, de az Őzelajos pedig kikéri, vagy azt mondja, hazudik. Azt mondja, hogy hazudik, igen, számon kérdez, és azt mondja, hogy hazudik. El is magyarázza, hogy miért nem emlékszem, mit mond arra. És igazából tudjuk, hogy hazudik, mert ő egy áruló. Igen. Tehát ő az, aki miatt a nyilasok kezére kerül ez a négyes fogat. És megint csak egy baromi izgalmas dilemma az, amit őben látunk, mert szerintem ő tényleg úgy hazudik, hogy azt ő magának is azt uh-huh. magának is hazudik arról, hogy ő gyugyú lenne. És az, hogy ő áruló, az az ő ezt ő megmagyarázza magának valahogyan. És ő úgy gyugyú, hogy nem tudja magáról, hogy nem gyugyú, mert pontosan azt csinálja, amit a Tomoteusz Takatiki csinálna, hogy a saját kontextusában, igen. a saját jogértelmezésében ő azt hiszi, hogy ő helyesen cselekszik. Igen. Azt hiszi, hogy ő áldozat. Ja, igen. Szóval megint csak
még egy ötödik árnyalatot is tud az egész történethez festeni Sánta Ferenc szerintem. Igen. De mondom, nagyjából ez a text a filmben, ez az a morális dilemma, amiről lehet rengeteget beszélgetni, meg ami egy olyan gondolatébresztő dolog, hogy úgy kell szól a moziszékből, hogyha moziból nézted meg, hogy még két hétig erről tudsz beszélgetni azokkal, akikkel megnézted, de azért nem csak egy regénynek a felmondása a filmvásznon ez a film, még egy kicsit lehet beszélgetni szerintem azért arról, hogy ez filmnyelven hogyan van megvalósítva. Igen. Igen, szerintem a izgalmas volt a Fábri Zoltánnak a rendezése, főleg a tényleg az, hogy ezeket a statikus jeleneteket hogyan tudja nem statikussá tenni, és hogy ezeket az egyszerű helyszíneket hogyan tudja nagyon erős atmoszférával felruházni. És izgalmas volt ez a fajta ilyen montázsos része is a filmnek. Picit talán azt éreztem, hogy azt úgy azért rárakta, hogy akkor jó, akkor most ez is legyen ilyen is benne, hogy legyünk egy kicsit ilyen huszárikosak, vagy legyen, tehát hogy van benne, különösen van benne egy szakasz, ahol a Márkus Lasso karakter elmegy egy prostituálthoz, és akkor ott ilyen látomásai lesznek, meg ott tényleg már ilyen nagyon ilyen színes terekben ilyen apokaliptikus képek keverednek össze ott a valósággal, és hatásos, meg működik ilyen szürreális montásként, meg a Bosch bevágások is így működnek. De azon egy picit azt éreztem, hogy így most a Fábri Zoltán így mondta, hogy jó, azért kísérletezni is tudok egy picit, és nem érzem azt, hogy ezeket nem tudom, ki kéne vágni, vagy hogy ezek nélkül jobb lenne a film. Jó, azt én sajtanám. De egy picit nekem olyan karakteridegen ettől a filmtől ez a rétege. Aha. Igen. Az ön is sajtánosan értettek. A zene géppel kapcsolatban is vannak ilyen hasonló dolgok, hogy a film legeleje is az igazából, hogy ezt a zenegépet halljuk, ahogy működésbe lép. Mármint a fő cím alatt azt látjuk, ilyen makró felvételeken, vagy nem tudom, közeli felvételeken, meg halljuk. Neked mi a vélemény arról a zenegépről, annak van így értelmezhető rétege, értelmezési tartománya, ami nem egyértelmű a kép. Hát, nekem annyira nem fogalmazódott meg olyasmi se, hogy nem tudom, ez még a kultúrának az utolsó ástja. Nem, ilyesmi nincs benne. Ezt is egy kicsit ilyen olyan plusz elemnek érzem, ami egy picit ilyen zavarba ejtő, vagy szürreális akar lenni a zenének a stílusa, és ezt is inkább egy, nem tudom, Szimbádba tényleg minden további nélkül el tudnám képzelni ezeket a motívumokat, meg az ilyen kicsit elidegenítőbb filmekbe, amikből láttunk korábban néhányat. A zenével kapcsolatban ilyen, ugye, az a font, nekem az az egyetlen értelmezésem, hogy ilyen oda nem illően boldog, vagy vidám, vagy játékos az a zene. És ezzel egy ilyen iróniát akar megteremteni szerintem a rendező. Illetve egy kicsit van egy ilyen kaotikus. Igen, tehát én inkább ezt éreztem, hogy egy kicsit ilyen idegörlő, ilyen, nem tudom, ilyen karneváli hangulatú, ilyen frusztráló. És rájátszik ezzel az apokaliptikus, ilyen széteső, valóságos dolog. És mondom, annyira kaotikus, hogy az így még rátesz egy lapáttal erre a teljes disszonanciára, amiben a film végül is torkolani fog a végére. Igen, nekem az a zene, ami szól ebből lejátszóból, ez inkább a Bosch festményeknek az ilyen zenei aláfestés, megfelelője, vagy párja. Igen. Igen. Aztán, amit még akartam a színészekkel, a rendezéssel kapcsolatban, hogy megfigyeltem, az, hogy azt is megteszi a színészeivel a Fábri, hogy nem a szokásos snit, amiben látjuk a párbeszédeket, hanem nagyon gyakran így a kamera szépen lassan átúszik egy szereplőről a másik arcára, meg sokszor együtt látjuk őket egy képben, a beszélőt és a befogadót, és ez nagyon hálás, és a színészei meg is hálálják azzal, hogy mindegyik nagyon jó hallgató, nagyon jó figyelő. Mindig mondják a színészekre, hogy az egy óriási kvalitás, amikor valaki nagyon jól tud figyelni a másik színészre. Mert hogy egy csomó színész, vagy akkor kezdőbbek, vagy akik, mit tudom én, nem annyira élik bele magukat a szerepbe, azok úgy játszanak, nem tudnék persze erre példát mondani, csak ez egy ilyen anekdota, hogy csak várja, hogy mikor kell neki megszólalnia, várja a cue-ját, azt a jelet, amikor megszólalhat. És akkor addig ő csak figyeli, nem figyeli, hanem csak várja a sorát türelmetlenül. És itt tényleg látom a színészek arcán azt, hogy végig zajlik bennük a
befogadási élménye, hogy mond valamit a szereplő, egy hosszabb, általában hosszabb igen. gondolatmenetet, és aki hallgatja, az tényleg végig gondolja, és látom az arcán kiülni azt, hogy éppen hol tart a végig gondolásban. Tehát tényleg figyelnek egymásra, ami szerintem még lebilincselőbbé teszi ezeket a jeleneteket. Abszolút. Igen. Igen, szóval, hogy alapvetően szerintem mind színészvezetésben, mind a kamera használatában tényleg ez egy nagyon érett és erőteljes film, és nem csak egy, nem tudom, egy színházi kamaradráma filmre vévet, hogy igen. több annál a Fábrinak a rendezése. Ez is emel a filmnek a szintjén, tehát egy nagyon erős hangulatokat tud megragadni, akár csak a helyszínválasztáson, díszletekkel, szereplőknek a tényleg elhelyezésével. Ezzel együtt mégis elsősorban azért ez a film, ez így a szerintem a morális kérdés felvetéseken és ezen a példázaton, tehát az a sűrűje a filmnek, persze. csak ezt nagyon szép formába is önti a Fábri Zoltán. Igen, de pont azért is azért is emelem ki ennyire a Fábri rendezői teljesítményét, mert hogy értelmezni próbálom, hogy ez a film hogy tudott tényleg a legnagyobb egyik nagyon magyar filmé válni. Mert hogy az önmagában, mondom, sokan szeretik az őslakót is. Uh-huh. De... Igen. Ja, igen, igen. Igen. De valamit kiemeli azért a egyszerű, tehát a regény elolvasásán túlmutató élmény befogadástól szerintem ezt. Tehát igenis Fábri Zoltán hozzá tud tenni ehhez a történethez annyit, hogy ez filmként is nem, hogy értékes legyen, de hogy hozzátesz pluszban értéket teremt azzal, hogy ez filmre viszi. Ami mondom, egy olyan történetnél, ami gyakorlatilag arról szól, hogy emberek egy helyen beszélgetnek, és nincs különösebb jelentőség a díszleteknek, mármint abban az értelemben, hogy van, mert hozzájárul ahhoz, hogy van egy apokaliptikus kontextusunk, de lehetne teljesen tényleg egy színpadon is, díszletek nélkül is egy ilyen Dogville stílusban, ahol még azt is eljátszák, hogy a kilincset lenyomják. Lehetne így is megcsinálni ezt, és úgy is ugyan lebilincselő tudna lenni, mert a párbeszédeken van tényleg a hangsúly, meg a dilemmán. Igazad van ebben, de emel a téten egyet azzal a Fábri Zoltán, hogy ezt ilyen minőségben, ilyen igényességgel, ilyen izgalmassággal viszi vászonra. Igen, és az is jó most, hogy azért örülök, hogy a utólag is, hogy újra néztük az Isten húzta őrnagyurat még az évad elején, mert hogy ez is egy tök jó párhuzamba állítható, hogy hányféleképpen tud mesélni hasonló dolgokról, hasonló témákról a Fábri Zoltán. Mind a kettő ugye irodalmi adaptáció ráadásul, ugye Örkény és Anta Ferenc. És hogy igazából mind a kettőben azt mutatja be, hogy a kisember az hogyan tud egy önkényuralmi rendszerrel szemben fellépni, hát vagy hogyan őrlődik fel benne. Igen. Az egyik egy komikus abszurd formában, a másik pedig egy igazi szimbolikus, tragikus történeten belül mutatja be ugyanezt, és hogy mind a kettőben a Latinovics képviseli az elnyomó hatalmat, és mennyire máshogy, hogy az egyikben egy ilyen teljesen karikaturisztikus figura. De félelmetes azért. De félelmetes. Igen. Ebben pedig egy teljesen visszafogott, már ilyen bürokratikusan sebész, átlagos. Sebész, ilyen de ugyanakkor hideg és szemtelen, kegyetlen, igen. Természetesen igazán nagyon-nagyon más a két figura. Lavinsa megvan mindig az ösztöne arra, hogy elegáns, amit nyújt, elegánsnak lássuk, vagy nem is tudom, a műveltség, az intellektus mindig benne van az ő alakításaiban. Ebben egyébként még pláne izgalmasan, hogy az Isten hozta ő nagy úr, hogy ott viszonylag ez hiányzik abból a karakterből, de nála nagyon gyakori, hogy megvan ez a réteg. És akkor ebben a filmben meg aztán nagyon is fontos az, hogy ez egy intellektuális figura, az a tiszt, vagy akárki is, akitől játszik pontosan, ez a civil ruhás nyilas. Mert ugye ott van a fiatal nyilas, akiről tudjuk, hogy bölcsész, és elvileg egy intellektuál valaki, igen. de mégis a kegyetlenséget és a teljes állatiasodást választja. És hogy vele szemben meg nem tudunk meg semmit a civil ruhás Latinovics karakteréről,
de ő az, aki mégis intellektuálisabban áll hozzá az elnyomás, a terror eszméjéhez. Hát aki jobban átlátja az elnyomásnak a lélektanát, és pontosabban látja annak a mélyebb működési elvét, és pszichológiáját, és társadalom lélektanát, mert ugye a fiatal nyilas, ő csak így a legegyértelműbb bizéket látja, hogy itt megverek, az félni fog meg. És hát, ha már az alakításokat szoboztuk, akkor a fiatal nyilas tényleg elsőre baromira ijesztő, meg félelmetes és vérfagyasztó, hogy milyen élvezettel kegyetlenkedik, de megjelenik Latinovics, és attól fagy meg az ereinkben igazából a vér, hogy ő nem kegyetlenkedik, és mennyivel hátborzongatóbb az, hogy dominál e fölött a kegyetlen kis Pondró fölött, aki hirtelen Pondróvá válik itt az ő megjelenésével együtt. Szóval ez megint csak az ő színész jelenlétéből fakad kizárólagosan, az ő karizmájából, a fellépéséből. Úgyhogy Latinovicsról megint sikerül ódákat zengenünk. Most már sajnos utoljára az évadban. Jó van. Nagyjából szerintem kibeszéltük az ötödik pecsétet. Még biztos lehetne még hosszasan filozofálni. Igen. De nem hiszem, hogy érdemes lenne. Nagyon-nagyon örülök, hogy megnéztük ezt a filmet. Nagyon csodálkozom, hogy ehhez pont nem hoztunk vendéget. Szabad volt a Predatort, bárki választotta volna. Hívtunk is vendéget, de aztán végül inkább másik filmet választott. Tehát ez most így, vagy félig meddig szándékosan alakult így. Én mindig örülök, amikor csak ketten beszélünk valamiről egyébként, mert amúgy is ritkán kerül rá sor, most olyan sok vendégünk van rotációban. Igen, igen, igen. Úgyhogy mindig felül itt, mindig egy kicsit hálás, amikor így ketten tudunk valamiről beszélni. Igen. Jó visszatérni az ilyen klasszikus felálláshoz. Szerintem is, igen. Van egy ilyen nosztalgia érzés is ezek által. Igen, igen, igen. Úgyhogy örülök, hogy megnéztük az ötödik pecsétet, meg örülök, hogy ketten vettük fel. És akkor ideje szerintem elbúcsúzkodnunk a hallgatóktól. Jó, igen, jövő héten ismét lesz vendégünk. Nem állítom, hogy sokkal könnyebb vizekre elvezünk, de... De azért egész más. De egész más jellegű filmről fogunk beszélni, és ismét egy ikonikus magyar rendezőhöz. Térünk vissza, igen, Tar Bélához, és megnézzük tőle a Családi tűzfészket, ami az első filmje volt, és ehhez pedig Pozsonyi Jankát hívjuk vendégül. A filmhú, illetve a filmvilág szerzőjét. Úgyhogy ez lesz jövő héten, addig pedig megtaláltok minket egyrészt a honlapunkon, ugye a vakfoltpodcast.hu, másrészt a Facebook oldalunkon és a Facebook csoportunkban, ez két külön dolog, van a Vakfolt társalgó, ahol minden héten több különböző témát dobunk be mi is, meg a társalgónak a többi tagja, és akkor azokról tudunk beszélgetni egymással, még akkor is, amikor nincs egy egész hónapon keresztül tartó ádáz harc az adott versenyünkön belül. Így van, mert hogy most zajlott le a March Madness játék, amit minden évben márciusban rendezünk meg, és most az volt a tét, hogy kiválasztjuk a 21. század Oscar kiosztóinak azt a filmjét, amelyet jelöltek ugyan legjobb film díjára, de kikosarazta az Oscar, és méltatlanul kosarazta ki. És és az a film, amit végül a társaságunk, a Vakfolt Podcast társalgó csoport tagjai megszavaztak annak a filmnek, ami leginkább megérdemelte volna az Oscar díjat, az a Mad Max, a harag útja lett, a Mad Max Fury Road, úgyhogy... Óriási csaták árán. Óriási csaták árán, de még Paul Thomas Andersontól a vérző olajat is legyőzte. Úgyhogy a filmet meg fogjuk tekinteni moziban, a Vakfolt Podcast társalgónak a tagjaival, és aztán, ha minden jó megy, akkor még beszélgetünk is arról a filmről Andrással, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre a mozizásra, meg a beszélgetésre a filmről, akkor csatlakozzatok a Vakfolt Podcast társalgóhoz, és valamikor így a nyár felé közeledve erre sort is fogunk keríteni, és ott fogtok erről értesülni. Szóval még egyszer Vakfolt Podcast társalgó, ezt a Facebook keresőjébe üssétek be. Ezen kívül meg ott vagyunk a Twitteren is, szintén Vakfolt Podcast user néven, és kövessétek a podcastot, amíg nem tettétek volna meg, a kedvenc lejátszótokban. Nem vagyunk a Google Podcasten, meg az Apple Podcasten is, YouTube-on is, hogyha nem akartok külön podcast hallgató appot telepíteni emiatt. Spotify-on is, hogyha azt preferálnátok, illetve hát bármilyen fajta egyéb podcast abban is keresetek rá, a Vakfolt Podcastra is, ott leszünk.
Azon kívül András, téged hol lehet megtalálni? A neten. Igen. Mindig azt mondom, hogy Twitteren a legegyszerűbb, de most így... Ja, nem túl aktívak egyébként. Igyekszem egy kicsit leszokni a Twitterről, úgyhogy a Letterboxdon igyekszem logolni filmeket, amikor eszembe jut, szóval... Akkor a Vagfolt Podcast társalgóban javaslom az András. Igen, azt mondom, hogy itt érdemes téged, ja. Péter. Hát én is egyre kevésbé vagyok aktív, vagy mostanában inkább így távolabb tartom magamtól is ezeket a közösségi feleteket, de a Twitteren a Freevo néven időnként azért még megtaláltok tőlem kevésbé érdekes tweeteket. Letterboxdon én is van vagyok, ahol azért a filmjeimet rendszeresen szoktam naplózni, és akkor ne felejtsétek el, hogy van Patreonunk. Igen. Is, patreon.com/vakfoltpodcast, ez a támogatói közösségünk nek a otthona. Szintén szoktunk adásokat publikálni a Patreonon is, kizárólag a támogatóink számára. Itt általában friss filmekről beszélünk, friss dolgokról, friss élményekről, patreon.com/vakfoltpodcast. Hát igyekszünk havi 3 adással kijönni, nem mindig jön össze, most azért elég mélyponton vagyunk, de igen, igyekezni fogunk. Igen, igyekszünk azokat az adásokat, amiket már bejelentettünk, azokat idővel, ha nem is a eredeti menetrendnek megfelelően, de apránként bepótolni, ez most így személyes dolgok miatt is csúszott, vendégekkel való szervezés miatt is, betegségek, munka, sok minden most így összegyűlt, lehet, hogy kicsit hosszabb kifutása lesz itt most a, nem tudom, Batman adásainknak, mert de tervezzük őket, de ezek nem, ezeket nem felejtettük el. Így van. Aztán lassan jövünk friss filmpremierekkel is, mert azok, igen, is lesznek a mozikban, és azokról is fogunk majd beszélni. Igen. És majd az Oscar adásnak a második felét is bepótoljuk, majd így utólag megjósoljuk, hogy mi kapja majd a vajon a legjobb zenért. Nem, már megjósolni nem fogjuk szerintem, de azért mindenképpen persze, saját dolgainkat meghallgathatjátok, mert az még mindig saját érdekes. Kategóriánkról persze. Mm-hmm. Úgyhogy Cycloval is. Megbeszélnünk kell Will Smithről. Úgyhogy jövő héten akkor Tarbéla, ismét is a Családi Tűzfészek. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és addig is sziasztok! Sziasztok!